és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek ide. Olyan sokan, mintha én csodákról beszélnek. Pedig amiről én beszélek, az nem csoda, hanem az a valóság. És a valóság mindig kemény. Úgyhogy ezért boldog lenni, meg megváltozni is kemény. Nem egy könnyű dolog. De ez az egyetlen út. Az út a boldogsághoz az te vagy, nem valaki más. És a problémánk az, hogy mi az életet nem jól vesszük. Mert az élet az, ami megtörténik, miközben nekünk egész más dolgokon jár az eszünk. Szóval azt akarom mondani, hogy az élet következményeknek a sorozatom. Az élet válaszoknak a sorozata, amelyeket mi kiváltunk, vagy kiváltottunk. Minden cselekedet, minden gondolat, minden érzés egy erő. És minden erő, ami kimegy, az visszajön. Ha én ide beleütök, fáj. Mert az asztal azt mondja, ez az erő a tied. És ha ez a te erőd, akkor ezzel te kell éljél. És ez mindennel így van, amit mi termelünk. És mi egész nap termelünk. Agyalunk, szájalunk, cselekszünk, érzünk, és mindenféle dolog, minden erő. És minden erőre kapunk egy választ. Ha az erő, amit élünk, békés, kedves, akkor a válasz békés, kedves. Ha az erő durva és agresszív, és nem kedves, akkor a válasz is annak megfelelő. Mi annyi választ kell várjunk, hogy az életünk nem elég erre. Így a válaszaink valahol egy raktárba felgyűlnek. És azokat aztán hordozzuk magunkon. És lehet, hogy amit ma tettem, utolér 10 év múlva. És 10 év múlva kapok egy választ, és azt mondom, hú, ez nem szép, ez nem kellemes. Ez igazán nem kedves a sorstól, hogy velem ilyen disznóságot csinál. És valószínű, hogyha Isten volna, nem volna ilyen kegyetlen, úgyhogy valószínű nincs is Isten. Vagy ha van, engem nem szeret. Ezért mi valahol, mivel nem vagyunk tudatosak, ebben az egyszerű dologban, az életnek a törvényszerűségében, ezért nem tudunk boldogak lenni. Az egész univerzum megteremtődött. Tudjátok, hogy a tudósok azt mondják, 5 perc alatt jött létre az univerzum. Az ősi robbanás után 5 perc múlva állt a világegyetem. Fénygolyó formájában, de minden készen volt. Valami erő ezt létrehozta. És ez az erő, ezzel egyszerre kitette a törvényeket, ami fönntartja a világegyetemet. Benne az energiát, benne mindent, és mindennek megvan a maga törvénye. Csak az ember képzeli azt, hogy rá ez nem vonatkozik.
Mert ő a szabad akaratával azt hiszi, és arra az értelmével, hogy ő ki tudja cselezni a törvényeket. Mert ezt nem látta senki, vagy nem tudja senki, amit én teszek, vagy gondolom, vagy bármiféle történik. De azok a törvények úgy vannak megrendezve, hogy az alól nincs kibújó, és nem lehet kibújni alól. Úgyhogy tulajdonképpen mi az életet, amit élünk, és történnek benne az események, azok valamik, amik minket követnek, ami nekünk direkt, személyesen ránk szól, és nekünk. Mi tartozunk azzal, hogy azt fogadjuk. Valamikor oda csapunk az asztalra, és az a csapás nem jött létre rögtön, mint itt a fizikai asztalnál. És az megmaradt. És azt éljük. Ez egy abszolút logikus dolog. Ezt nevezheted karmának, vagy az élet törvényének, vagy igazságtételnek, vagy minek akarod, nevezd. De ez az élet. És emiatt hiába akarsz azáltal kibúvót találni a sorsodban és az eseményekben, hogy másra mutogatsz. Mert ami veled történik, az csak neked szól. És ami gyengeséged van, azt te szerezted. Ami erőd van és szerencséd van, azt is te szerezted. Ha mi kezdünk tudatosan élni, és megpróbálunk valójában ez szerint élni, és Istent nem mint egy büntető bizottságot tekintjük, hanem Istent legelsősorban, mint a törvényt nézzük, akkor meg tud változni minden. Istennek abban, hogy mi szenvedünk, nem sok szerepe van. Ő teremtett, és amikor mi feljutunk az emberi szintre, a lélek fejlődése során, akkor megkapjuk a szabad akaratot. És a szabad akaratot muszáj megkapjuk azért, hogy megtudjuk és rájöjjünk, hogy mi az életnek a célja. Tulajdonképpen, ha így rövid távon nézed, az életnek nem sok célja van abból, ami így kívülről látszik. És nagyon gyorsan elmúlik. De valami rejtett dolog van mögötte, és ahhoz, hogy mi azt megtaláljuk, ahhoz nekünk kell egy szabad akarat. De mi a szabad akaratunkkal nem azt keressük, hogy mi az életünk célja. És mit tudnánk megtenni? Miben lehetnénk jobbak mások, vagy mit tudnánk változtatni? A szabad akaratunkkal visszaélünk. És mivel visszaélünk azzal, mi magunknak nem boldogságot termelünk, hanem szomorúságot. A békéhez, illetve a boldogsághoz az út rajtam keresztül vezet. Máskor nem vezethet. De ki az az én? És valójában, hogyha mi megnézzük magunkat, tükör elé állunk, és meg beleérzünk, megnézzük, hogy kik vagyunk, akkor látunk egy két lábon járó emlős állatot. Aki viszont tud gondolkodni. Ellentétben a kutyánkkal, igaz, ő négy lába jár, mondjuk a majmokkal. Ők nem gondolkodnak. Esznek, isznak, szaporodnak, és aztán meghalnak. De közben megkergetik a macskát, vagy az egeret, és attól boldogak. Ha mi az emberi életet ezen a szinten éljük, és mi úgy képzeljük, hogy a testi
és az állati testünknek az örömei az élet célja, akkor mindig szenvedni fogunk. Mert nem veszük figyelembe azt a tényt, hogy mi egy szellemi lény vagyunk. Nekünk van egy tudatunk, van egy tudatosságunk ellentétben az állat testvéreinkkel szemben. Mi tudjuk, hogy élünk, mi tudjuk, hogy létezünk, mi tudjuk, hogy elmúlik a test, mi tudjuk, hogy itt valami érdekes folyik. És mi magunkban próbáljuk keresni, hogy az mi. Az embernek van egy olyan képessége is, hogy képes önmagát túlszárnyalni. Ellentétben az állattal. Az állat sohasem fog neki edzeni azért, hogy legközelebb gyorsabb legyen és utolérje a macskát. Az ember neki fog edzeni, hogy ő gyorsabb legyen, még csak azért is, hogy saját magánál gyorsabb legyen. És ez az érdekes bennünk. Bennünk emberekben van egy szellemi lény, aki nekünk ad örömet. Aki minket megdíjaz, ha olyat teszünk, ami minket többé visz, nagyobbá, teljesebbé, tökéletesebbé tesz. Az emberi életnek a célja a boldogság. És azért a boldogság a célja, mert a boldogságot innen belülről tudjuk megkapni. És ezt a boldogságot mi csak akkor tudjuk megkapni, ha mi mások leszünk, mint vagyunk. És ez az érdekes. És ez a nehéz benne. Ha mi mindig azok maradunk, akik ma vagyunk, akkor ugyanazt fogjuk élni, amit ma élünk. Csak mindig rosszabbul. Mert unalmas lesz, mert aztán jönnek az események, utolérnek a válaszok, a következmények az életünkbe, és mi nem leszünk többet. Az életnek a célja, hogy mi megnézzük, kik vagyunk. Ki vagyok én? Ez a kérdés tulajdonképpen a mindennek a lényege. Ez a kérdés is erre a válasz az egész életnek a sarkalatos pontja. És mi ezen a téren általában kulturálisan és hagyományosan abszolút nem teszünk semmit. Mi nem foglalkozunk azzal, hogy ki vagyok én. Annál inkább azzal, hogy ki a szomszéd. Meg milyen van neki, meg nekem miért nincs. És itt tovább. Mi a tudatunkat nem próbáljuk befele vinni. Mi nem próbáljuk életcélnak tenni a szellemet. Mi nem is hisszük legtöbben, hogy olyan az van. Drága jó Istenem, ha egyáltalán Isten létezik, ments meg a lelkemet, ha egyáltalán lélek létezik. Tehát mi nem azzal foglalkozunk, és ha imádkozunk is, akkor csak kérünk. Mi kérünk, és kordulunk, és kordulunk. És ebből nem tud boldogság lenni. Ez egyszer garantál. Boldogság csak az öntúlszárnyalásból tud lenni, amikor jobb leszel, mint amit eddig voltál. És nézd meg, hogy ez egy hajtó erő az emberben. Az ember mindenben legyőzi a saját rekordjait, az ember mindenben túlszárnyal mindent, mert ez a képessége megvan. És ez az emberi képesség. A többi az csak állati, amit élünk. Az csak a múltunk. A kísérő jelenség azért, hogy ebben a testben egy szellemet életben tudjak tartani.
De az életnek az igazi célja az volna, hogy én, az, aki bent vagyok, a boldogság, a mosoly, a kedvesség, a szeretet kiengedjem. És azzal megtöltsem a teret. Ott, ahol vagyok, amikor vagyok. És mindegy, hogy ki van abba a térben. Mindegy, hogy mi folyik körülöttem. Tulajdonképpen az emberi életnek a célja nem más, mint az léleknek, az emberi szellemnek, az emberben lévő élethordozónak a kinyilvánítása. Más lényeges dolog itt nincs. Úgyhogy, ha mi boldogságot akarunk keresni, akkor mi hiába próbáljuk megtalálni abban, hogy magunkhoz gyűjtünk dolgokat, fölhalmozunk, megszerzünk, hogy legyen meg az is, aztán boldogok vagyunk, most dolgozunk azért, hogy az legyen, meg amaz legyen, meg ez, meg az. Úgy sem leszek. Nem tudsz boldog lenni. Semmiféle anyagi dolog az embert nem tudja beteljesíteni. Ez egy törvény. Ez úgy ki van találva, és azért van ez így kitalálva, hogy az ember a céljához vezesse. Az embernek ez ki van találva azért, hogy azt a szabad akaratot oda irányítsa, ahová kell mennie. Vagyis az önkereséshez. Bennünk létezik Isten. Tetszik, nem tetszik, ez van. Beszélünk róla, vagy nem beszélünk róla, az mindegy, de ez van. Ez egy tény. És erre borzasztó egyszerű válaszok vannak. Nekünk a gondolkodásunk egyszerűen vagy örömhormonokat termel, vagy stresszhormonokat termel. És az teljesen a te szabad akaratodtól függ, hogy benned mi születik meg. A mi szellemiségünk, a mi egész lelki világunk, az vagy föltárja bennünk élő és mélyen rejtett mennyországot, vagy elássa azt és éli a pokolot. A pokol nem létezik. Csak itt a Földön, fizikai világban. És ha te ezt elhiszed, hogy abba szenvedni kell, akkor szenvedni fogsz. Ha megtanulsz benne boldog lenni, akkor boldog leszel, akkor nincs pokol. Mert nekünk megvan a hatalmunk hozzá. Az embernek a hatalma és az ereje az felülmúlhatatlan. Én annyiszor elmondtam, én még egyszer röviden elmondom, hogy milyen egyszerű dolog, hogy te egy mindentudó lény vagy. És erre bizonyíték van. Ugye, hogyha az értelmet le tudod állítani, de éber állapotban maradsz, akkor mindent tudsz. Ezt pedig a legkönnyebben meg tudja tenni a hipnózis. Ha valaki téged meghipnotizál, az értelmed lecsücsül egy 2 éves gyermeknek a szintjére, és akkor mindent tudsz. Tudod, hogy mi történt, amíg aludtál, mi történt, amíg megműtötték a hasadot, mi volt ott, mindent tudsz látni, mindent tudsz visszaadni, mindent meg tudsz mondani, és ebben az állapotban én fogorvosként használtam ezt az állapotot arra, hogy az emberek ne érezzenek. Azt mondom, most a te szájad fából van. És nem érez. Beadom az injekciót, bármit csinálhatok, se injekciót nem érez, semmit nem érez, nincs. Kikapcsolja. Képzeld el, hipnózisban lehet nagy műtéteket csinálni. Én láttam olyan filmet, ahol hipnózisban vakbelet vesznek. Tehát el lehet jutni oda, hogy az értelmet annyira félreteszed, hogy a lény nem reagál. És ilyenkor a tudás nem.
Te mindent tudsz. Mi történt veled 2 éves korodban, mi történt, amíg aludtál, mi történt, amikor tegnap a buszmegállóba álltál, milyen kocsik mentek el, és mindent látsz. És mi hordozunk magunkban egy hatalmas képességet. Mi hordozunk magunkban egy hatalmas tudást. Mi hordozunk magunkban azt a bizonyos lényt, a lelket, amiben minden el van raktározva, ebből az életből és az összes életekből. És mi ehhez nem jutunk hozzá. És mi rágjuk le a körmünket apró pici szenvedésekért, amikor nekünk itt van minden bennünk. És mi valahogy nem találjuk meg, mi valahogy elássuk magunkba a jót, mert nem törődünk magunk. Minket nem tanítottak meg gyermekkorunktól kezdve, hogy hé, ember, te mosolyog, és maradj mosolygos. A gyerek még tudja, megüti fáj a lába, de már másfele néz és oda mosolyog. Egyik szeme sír, a másik kacag. Mi felnőttek, ha valamink fáj, mi nem merjük ezt megcsinálni. Ha mi nem vagyunk bolondok, én az vagyok. Nekem, ha valami fáj, én elkezdek mosolyogni. Ha valami probléma eszembe, elkezdek mosolyogni. Minél jobban fáj, annál jobban mosolyog. Mi nem tudjuk, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy boldogak legyünk. Mert nem tanít meg senki, és ha valaki mondja, és nem hiszük el. De ezt nem hinni kell, ezt ki kell próbálni. Mert ez mindenkinél működik. És minden dolog, amit mondok, működik. Legtöbben tudjátok, én fogorvos vagyok. Ma is dolgozom, ha ma nem, mert a szemvatban megyek vagyok. De amúgy igen. Egyébként nyugdíjas vagyok. A rendelőben, amikor kérdezik, hogy ha mi dolgozom, hát mondom, én most élvezem a nyugdíjat. Itt, ebben a helyben. Mert egész más dolgozni, mint otthon várni a halált. Úgyhogy a kollégáim azok, akik elmentek nyugdíjban, látom, minden nap rosszabbul néznek én. Mert szomorúak, mert nem jól érzik magukat, mert így, meg úgy. De mi dolgozzam? Hát nem eleget lenyúztak rólad adóba, meg mindenbe? Ha miért? Ha most tovább nyúznak, mondom neki, de hát engem az nem nagyon érdekel. Az életben mozgás nélkül nincs semmi. Öröm nélkül nincs semmi. És mosoly nélkül pedig semmi. Tudjátok, messzerem, az én gurumnak van egy mondása, egy nagyon szép írása, és azt mondja, az embernek az őszinte, feltétel nélküli mosolya kisugászik az egész univerzumban. És amikor én ezt olvasgattam annak idején, mondom, hú, milyen szép költői, meg minden, ugye, ahonnan ő látja a világot. És én ma rájöttem, hogy ez nem költői, ez valóság. És ez egy olyan valóság, amit te el nem tudsz képzelni. Mi tudjuk, hogy a mosoly befele is hat. Ha padlón vagy, próbáld ki, kezdjél mosolyogni, persze olyankor nem megy. De erre van egy módszer, ezt a tudósok találták ki. A mosoly létrehozza, kiváltja az endorfinokat, a boldogság hormon termelés megindul a mosolyra. És ha mosolyt nem hagyod abba, akkor neked boldognak kell lenni, törik szakad. Úgyhogy ha padló vagy, akkor a legjobb, hogy szerzel egy ilyen fémből készült, ez egy ilyen komoly nemes acél, ceruza. És akkor minket milyen
mérges vagyok, de tudnék, a kutatók megtalálták, hogyha a mosolygó izmok el vannak húzva, arra föl is megindul az egész testben a reflex, a folyamat, hogy az endorfinok kezdnek termelni. Próbáld ki! Ha olyan fajta vagy, mint én ezelőtt 30 évvel, hogy ilyen bioritmusom volt, mikor lementem, akkor na most befellegzett, egy hétig nem lesz semmi mosoly. Úgyis hol? Ez akkoriban így ment, és azt hittük, hogy az normális, meg erről tudomány is van, meg mindenféle hülyeség. Ez nem kell legyen. Ha más módot nem tanálsz, akkor a ceruza. De ha elkezd el mosolyogni, a mosoly a belső megelégedés kifejeződése, ha kívül van, akkor a belső megelégedés létre kell jöjjön. Mert ez nem csak belülről kifele hat, hanem kívülről befele is hat. Ezt már rég tudjuk. Ezt én elmondtam sokszor. Ki segített, ki nem segített, nem tudom. De én most hozzatolnék még egy rálapátolok. A mosolyjal minden problémát megszüntethető. Állítom én. Ezt nem kell elhinni, de kipróbálhatod. Utána te fogod állítani. Itt van a fájdalom. Én mondtam, fogorvos vagyok, és ezelőtt vagy 2-3 héttel elkezdett fájni, persze pénteken a foga. Ez mindig ilyenkor jön, mikor úton vagy, nem vagy otthon, nincs fogorvos, nincs semmi, akkor kezdi, mert Isten ilyen gonosz büntet minket. És elkezdett fájni a fogam. Én már ezen kellett röhögjek, mert ez nekem olyan, tudod, okozzák a hólyat. De egyből tudtam, mi a bajom. Én azt is tudtam, hogy ott mélységében fognak, nincs bajom, de kaptam egy kis gyulladat. És ez nőtt, és belázasodtam tőle, és tájog lett itt. És minden jobban mosolyogtam, annál jobban fájt az a hülye tájog. És én egész nap csak így jártam. Más megoldás nem volt. Fogorvos nem volt közel. Valahogy meg kellett oldani a dolgot. Na most én elmondom nektek, mi történt. Második nap után, míg az első nap úgy külön volt a mosoly meg a fájdalom. Ez lőtte, ez neki a maga dolgát végezte. Második naptól kezdve a kettő vegyült össze. Harmadik nap egyé vált a fájdalom a mosolya. És akkor figyeld meg, mi történik. A fájdalomnak nincs éle. Ki van csorbítva. Nem tud vágni. Ha mosolyjal összevegyül a fájdalmad, az már nem egy fájdalom. Az valami egész új érzés, amit én nem ismerek. Meg kell mondjam, harmadnapon túl nem tudom, mi történt, mert akkor harmadnapon utána a feleségem kivágta nekem ott, megszűntek nagyjából a fájdalmak, bár nagyon lassan, tehát még volt időm gyakorolni, de amikor neked a mosolyba belevegyül a fájdalmad, akkor valami történik. A mesterem azt mondja, ezt én nem tudom elérni, ezt a szintet, de ki tudja, talán még jöhet, hogy a fájdalomban benne van a gyönyör. És a fájdalom és a gyönyör egy gyökérből jön ki a belső legmélyebb világunkba. És ha ezen kicsit csak gondolkodom, akkor meg kell gondolni, hogy valahol mi nem jól élünk. Mi túlságosan szétválasztjuk a kettőt. De én most a mosolyra visszatérek. Ez egyik részem. Ugye mondhatod, igen, de mikor a lelkem fáj, mert ez vagy az történt, ugye tudjuk jó, hogy a lelki fájdalom, a lelki szenvedés az rosszabb, mint a test. Hát nekem volt egy kedves kutyám, a beauty kutyám, 53 kilós nagy harci kutya,
őrzőkutya, az olyan volt, mint egy bárány. Csak valaki engem meg ne üleljen előttem, arra morgottam. Féltett engem nagyon. De olyan volt, hogy mentünk sétálni, ketten meditáltunk, és én előre gondolatban megmondtam, melyik sarkon merre térünk, és ő arra tért. A gondolataimat teljesen vette. Ültem az asztalnál, őt horkolt, és elkezdtem erősen gondolkodni vele, egyszer csak rám néz, és indult az ajtóhoz. Valami fantasztikus, milyen kapcsolatba kerültünk mi ketten. Mikor ketten ültünk, meditáltunk, néztünk a távolba, minden sétánál kellett egyet meditálni, ez már az ő szokása volt. Akkor egy 5-10 perc után odajött, mellém dőlt, nekem borult, hogy legyen testi kapcsolatunk, 53 kilóval akkor meg kell kapaszkodni. De egy ilyen kutyus volt, és ezt én a mesteremtől kaptam. Ő adta a nevét is neki, és meghalt. Hát én ezt tudtam, hogy meg fog halni, mert azt is tudom, hogy én is meg fogok halni, meg a feleségem, meg mindenki meg fog halni, meg ti is mindig. Egy sabuszkal. De olyan érdekes, mert az ember ezt az elválást, ugye minden együttlétnek elválása vége. De ez egy olyan fájdalmas ügy. Mikor pedig Beautynak fogtam a pofiát, és az utolsó ereje volt, és látszott, hogy hal meg, de mondtam neki, figyelj, de mi még találkozunk. És akkor úgy elengedtem, és elkezdtem mosolyogni. De 3 percet nem mosolyogtam, mikor megéreztem, hogy a hála sokkal erősebb, mint a bánat. 10 perc után rájöttem, 10 perc mosolygás után rájöttem, hogy az életben, ami elkerülhetetlen, azon nem szabad sír. Az nem a síráshoz és a szomorúságnak a része. Az elkerülhetetlen dolog a születés és a halál. Mikor elveszítjük társainkat, bárkinket, akkor mindig magunkat síratjuk. Ez önzés. Erre is rájöttem a mosolyra. A mosoly megtanított engem egy-két nap alatt arra, hogy mekkora öröm, hogy ő az ő dolgát végezheti, és nem azzal tölti az idejét, hogy én simogassam a pofiát. Neki sokkal fontosabb dolga. A mosoly nem csak a fizikai, hanem a lelki fájdalmadat megoldja, és problémádat. Meg kell tanulnod mosolyogni. Egy kicsit vastagabb lesz az arcod, olyan, mint ha megtisztál volna, mert ezek az izmok megerősödnek. Esküszöm nektek, hogy ennél jobb gyógyszer nincs. A patikus és az ideggyógyász bújhatnak el. Ha ezt elkezded használni, erőszakkal. Hallgass meg! Meg kell tanulj erőszakkal mosolyogni. Meg kell tanulj belemosolyogni a szomorúságodba. Meg kell tanuld, hogy a mosoly nem csak kifele egy erő, hanem a mosoly az egész lényedet átjárja. Te fürdesz a mosolyodban, és a testeden átmegy. És nézd meg, hogy a bőrödön belüli mosoly, ha erőlteted is, megváltoztatja az energiát. És fogsz csodálkozni, hogy a problémáid megoldódnak maguktól. Egyébként az összes problémának, szinte az összes problémának az a baja, hogy mi nem hagyjuk őket békén. Ez a fő baja a problémáknak. A szegények ők próbálnak megoldódni, de utána gondolsz. És mivel gondolsz utána? Rosszal. Hát ki gondol jót, mikor a problémán gondolkodik? Senki. De ha mosolyogsz, akkor azt mondod, fene megegye ezt a hülye fogorvost, hogy én most kell mosolyogjak, pedig olyan mérges vagyok. És nézzük, hogy már a problémának el lesz engedve.
És a probléma magát meg tudja gyógyítani. Mi nem bánunk jól magunkkal. Nekünk megadatott a szabad akarat, és a szabad akaratunk folytán nekünk minden jogunk megvan arra, hogy sírjunk, hogy mosolyogjunk. Mikor anyám meghalt, én őt nagyon szerettem. És ott folyt a menet, meg minden, és én álltam. És egyszer éreztem, hogy hú, én ezt a nőt nagyon szerettem, és szeretem, és ez az én bajom, és most meg fog ez a szeretet folytani. És akkor jöttem rám, hogy ez nem úgy van, mert az a szeretet, amit egy anya tud adni, az nem az anyái, az az energia, ami bennünk van, mit adtunk valamit, az átmegy rajtunk. Az nem a miénk. Semmi jó tulajdonság nem a tied, hanem te csak eszköz vagy, azt kifejezd. Ha te egy jó anya vagy, azt a jó anyai szereteted kapod, és átmegy rajtad. Az nem te vagy. És ott én a anyám holtteste mellett rájöttem, hogy az nem az övé. És amit én szerettem anyámba, az nem anyám, hanem az, ahonnan jön. És ahogy erre rájöttem, én azt a szeretetet visszaadtam oda, ahonnan az jön. És képzeld el, mi történt. Én olyan boldog lettem, hogy az emberek jöttek nekem részvételt kívánni. Én pedig így álltam. Nem tudtam összefogni a száját. Mondom, hát legalább azt gondolják, szegény ember fájdalmában megbolondul, mert hát mi más gondoljanak, mitől röhög egy ember az anya temetésében. Hallgass meg, ez nem vicc. Ha te meg tudsz tanulni energetikailag a teremtővel kapcsolatot teremteni, és neki adni a dolgaidat, nincs probléma, ami neked fennakadna itt a torkodat. Nincs. Mert mi szabad lények vagyunk. Mi csak azért nem vagyunk szabad lények, mert magunknak bebeszéljük, hogy mi képtelenek vagyunk, mi kicsi semmik vagyunk, és ez mind nem igaz. Az igazság az, hogy amit te a mosolyban érzel, és látsz a szemeidbe, az vagy te. Bennünk a mozgató erő, az életnek a mozgató ereje egy gyönyör. A lélek ülepve a gyönyörbe. És így végignézi az életet, amikor te sírsz, ugyanúgy a gyönyörben ül. Mikor hisztizel, ugyanúgy a gyönyörben. Őt nem befolyásolja semmi. És ha te megtanulsz oda bemenni, akkor a te életed más lesz. A boldogság bent van, ott mélyen. Oda bemenni vannak módszerek, és az egyik ez a mosoly, amiről beszélt. A mosoly nem csak, hogy kifele az emberekkel neked egy új kapcsolatot hoz létre, a mosoly összekapcsol minket. Ha én mosolyunk, minden oké köztük. De a mosoly befele egy kút, befele fúrsz vele, befele bemész oda, ahol az igazi erőd van. Az igazi erőd pedig csak a boldogságban és a lelkesedésben van. Másképp erőtlen vagy, gyenge vagy, semmi. Nekünk meg kell tanulni, bejárni. Meg kell tanuljunk oda bejárni, akik vagyunk. Az emberi életnek a célja, ki vagyok én, arra megtalálni a választ. És arra a válasz nem az, hogy én mérnök vagyok, én dupla mérnök vagyok, én milliómos vagyok, én
X vagyok, én Y vagyok, én csak takarítónő vagyok, én csak munkás vagyok, én meg ez vagyok, én meg doktor vagyok. Ezek csak a szerepek. És ebben az életedben lehet, hogy dupla doktor vagy, következő életedben te leszel a portás, vagy takarítasz. Mert a lelked pont meg akarja tanulni, mi az egyszerűség. És köztünk ott bent nincs különbség. És mi mindjárt meg kell tanuljunk itt a Földön dupla doktor lenni is, és szolga lenni. És minél hamarabb megtanulod azt, hogy a te életed arról kell szóljon, hogy hogyan szolgáljak másokat, annál hamarabb felszabadulsz. Annál hamarabb megvilágosulsz. Ez a szerep, amit játszunk, ez mellékes. Ennek semmi lényege nincs. De ezt végezni kell. Mert ez így van. És ez így van nekünk kiszabva, mert ez benne van abba, amit mi az életek során magunknak teremtettünk. És azokat a válaszokat, amit meggyűjtöttünk, le kell éljük. Ahhoz a lélek kiválasztotta ezt a szerepet, azt a szerepet, amazt a szerepet. De ha te igazából azt akarod tudni, ki vagy, akkor különböző eszközök vannak hozzá. A szolgának lenni és szolgálni másokat, az a fő eszköz. Alázatos lenni és alázatot tanulni, az a legmagasabb iskola, amit ezen a Földön meg lehet szerezni. Ha valaki dupla alázat mérnöké válik, akkor az Isten mellé fog ülni, vagy Isten benne beszélni. Ezeket a dolgokat mi elrontjuk. Mivel rontjuk el? Azzal rontjuk el, hogy büszkék vagyunk. Mindjártunkban van egy büszkeség. És mi mindjárt azt hiszük, hogy hát azért én jobb vagyok, mint ő. Ha nem is sokkal, de jobb vagyok. Mert én azért jobban látom a dolgokat. És ez a büszkeség, amivel neki is akarjuk mutatni, hogy én magasabb vagyok, mint te, ha mondjuk az én barátaim mind magasabbak, mint én, de ha székre állok, akkor nekem is sikerül. De amivel meg akarjuk másoknak mutatni, hogy mi nagyobbak vagyunk, és a büszkeségünk az, amely miatt meg is sértődünk, és így tovább, akkor nincs esélyünk a boldogsághoz. Nincs esélyünk megtudni, hogy mi kik vagyunk. Nincs esélyünk rájönni arra, hogy ember, én semmi más nem vagyok, csak egy darab boldogság. És az egy olyan energia, amiben minden benne van. Nekünk félre kellene ezt tennünk. És erről én nagyon sokat írok a könyvben is, mondjuk a Sorsnavigátor 2 nagyon-nagyon sokban erről szól, mert a munkahelyen ez az eszköz nélkül esélytelen van. Mindegy, hogy te vagy a vállalatnak a főnöke, a vezetője, vagy te vagy a portás. Ha ezt az eszközt nem tanulod meg, akkor nem tudsz érvényesülni. Nem tudod az embereket magadhoz mondani. Nem tudsz az emberekhez közel menni. De nézd meg, hogy milyen érdekes. Ott van a kedves, ott van a gyermek, ott van bárki. És te látod a hibáit, és meg akarod javítani, mert teljesen nyilvánvaló, hogy hülyeségeket csinál. És megpróbálod, és sikerül neked? Nem. És minél inkább megpróbálod, annál jobban kijönnek a tüskői. És a végén, aki te jót okoz, te leszel az ellensége. Te gondolkodtál, hogy ez miért van így? Te gondoltad, hogy azért csak van egy módszer, amivel lehet ezt tenni? És ez az alázat. És én röviden elmondom, hogy mi az alázat. Ha nem mennétek a kezetekbe ezt a könyvet. Ha itt van egy 3 éves kisgyermek, és azt mondja nekem, gondolom, én erősebb vagyok, mint te. Nézd ide! Én akkor
legugolok eléje, letérdepelek előtte, megnézem az inge alatt a bőrt, a csontját, és azt mondom, húj, milyen erős izmaid van. Te tényleg szuper vagy. Te erősebb vagy, mint én. Gyermek egyből boldog lesz. Megkapta az igazát. Utána, de tudod, az apukám még erősebb, hogy téged meg is tudna verni. Hát azt el is hiszem. Az aztán már nem is kétséges. Ha te ilyen erős vagy az apukám, százszor ilyen erős. Utána azt mondja nekem, te barátok vagyunk. És egyből megváltozik a hangulat, és barátok lesz. És amikor eltelik 10 perc a barátságból, és beszélünk, és játszunk, és erős, arra, azt mondja nekem, mutasd csak a közedet. Megnézem. Hú, te izmos vagy, Monogria. Te észre még erősebb vagy, mint én. Na most én mondok neked valamit, akit kacagtál, hogy minden ember 3 éves gyermeke. És minden emberrel, ha nem így bánsz, semmi esélyed nincs velük. És hiába, hogy van neked őszhajad, és hiába, hogy az útleveled szerint te 60-70 éves vagy, te pont egy olyan taknyos 3 éves vagy, ami a te büszkeségedet, a te gondolkodásodat illeti. Semmivel se vagy több. Ha te okos vagy, és ezt észreveszed, és elkezded mindenki előtt letérdelni, mindenkinek megadod az igazát, hogy legyen boldog vele, akkor mindenki téged beenged a szívéhez, szokja mondani, te barátom vagy. Én neked megmondom a legjobb dolgot. Én megmondom a titkot. Most gondolj csak el egy vállalatnál, itt van a Sós nominálta a kettőben, végig erről szól. Egy vállalatnál a kollégákra szükséged van a munkához. Ha a legnagyobb főnök vagy, akkor is, hát azért a vállalatból így. Ha te így beszélsz az emberekkel, neked mindent megmutatnak, neked mindent odaadnak. Ha te a szomszéddal így beszélsz, még az se érdekli, ha egy méterrel a kerítést túltetted. Ha nem beszélsz így, már az is ordít veled, hogy a pillangon mész át az őt, elkérem tőled. Ez így folyik. És ezt nézd meg, hogy az életben így van. És ezt próbáld ki. Ez annyira nyilvánvaló. A gyermekeddel. Azt mondják az emberek. Múltkor volt egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja nekem egyik hölgy, Gunnar. Te annyit beszélsz az őszinteségről. És nézd meg, én egy őszinte ember vagyok. És mindenki haragszik rá. Hát mondom, logikus. Teljesen világos, hogy rád haragosznak. Miért? Mondom, azért, mert te megmondod őszintén neki, hogy milyen. Hát igen. Hát én őszinte vagyok. Hát mondom, pont ez a baj. Mikor kérdeztek-e téged? Hát nem. Hát akkor mi mondtad meg? Te lehetsz magadba őszinte, tartsd a szádat. Elég, ha te tudod, hogy ő hülye. Még kell neki megmondd, hogy te hülye vagy. Azon kívül az őszinteség nem jelenti azt, hogy én durván oda csapom neked, hogy te milyen mafla vagy. Ha én őszinte, ha nem kérdez, soha nem mondom meg, hogy te gyerek, hát te... Hát miért mondjam meg? Ahol mit segítek, és kint segítek? Senki. Tehát az őszinteség az egy szép dolog, de az őszinteség, a durván odalogott őszinteség, hidd el nekem, hogy károsabb és rosszabb neked is, meg a környezetednek is, mint a hazugság. Ha már ilyen durván őszinte vagy, akkor inkább hazudj egyet. Jaj, te szép aruna! Ne mondjad neki, hogy nézel ki, mint egy kecskevétel. Nem fogsz elérni semmit vele. Tehát mi egymással nem bánunk jól. Azt akarom mondani, hogy te nem bánsz jól az emberekkel. Ebből megvannak a problémáid.
És mivel a problémáid tőlük jönnek, ezért te rájuk mutatsz, hogy ők a rosszak és a hibásak. De ez mindig belőled megy ki. Most térjünk vissza a törvényekhez. Az elején, amit mondtam, az életben történő dolgokat mi nem látjuk. De amit egymással élünk, azt láthatjuk. Ha te elkezded tudatosan élni, és előveszed azt, hogy alázat, nézd meg, hogy legyen a vállalatnál, vagy bárhol rólad egy kép, és legyenek emberek, akik nem szeretnek, te ha megváltoztatod magadba ezt az egy dolgot, nem fog eltelni egy hónap, és mindenki meghajol előtted. Ez így működik. Te vagy az, aki az életet irányítod. Te vagy az, aki az életedet irányítod. Az, amit a pakliban hoztál előző életeidből, nem tudod befolyásolni. Megtörténnek. De az, ami veled most folyik, és ami miatt te agyon dühöngöd magad, és mérgelődsz, és magas vérnyomást kapsz, és minden bajod van, és az orvoshoz mész, hogy vigyókot szedjél a helyet, hogy megtanulnál mosolyogni. Ezt a dolgot te rendezed. És ezt senki más nem rendezi. És ehhez megvan a te szabad akaratod. Jó, de azt mondja, jó, de gulogria, én azt az embert utálom. És az egy olyan gonosz. Nincs benne a játékban. Hogy egy gonosz, vagy nem gonosz, az nem a te dolgod. A te dolgod az, hogy adj neki igazat. A te dolgod az, hogy tiszteljed, és légy vele alázatos. Hogy ő gonosz, vagy nem gonosz, azt nem te kell megítélni. És amikor te a másnak a gonoszságát elítéled, és azon rágadsz, akkor magadnak rakod föl, ami téged utól fog érni. Gyártod magadnak a rossz sorsod. Mi vagyunk azok, akik meghatározzuk. Éljük azt a mélyben lévő Istenit bennünk, vagy olyanok leszünk, mint a többi. Nézd meg, itt van egy rossz világ. Ez tény. Ezt nem lehet tagadni. Embereket ölnek, egyik a másikat. Az ember sajnos sokkal rosszabb, mint az állat. De ez nem jelenti azt, hogy én abba bele kell álljak. Ez nem jelenti azt, hogy én annak része kell legyen. Még csak tudatilag sem. Hol van az előírva, hogy te minden bocsakasztó hírt és rossz dolgot végignézél és elolvassál és azon szenvedjél? Ki? Ki kényszerít téged arra? Miért nem tudsz te szép dolgokat olvasni közben? Miért kell te minden rosszat tudja? Attól nem lesz jobb a világ. De ha te jobb leszel, akkor a környezeted jobb lesz. Ha te világod jobb lesz, akkor már egy sziget jobb lesz. És ez terjed. Hidd el nekem, hogy a jó milliószor jobban terjed, mint a rossz. Milliószor. Csak mi nem hiszünk benne. A mi problémánk az, hogy mi a rosszban hiszünk. Mert látjuk a rosszat, látjuk a rossznak a sikerét, látjuk a rossznak a terjedését. Ezért mi nem hiszük azt, hogy érdemes jónak lenni. Ahhoz, hogy boldog légy, semmi más út nincsen, csak hogy jó légy. Hidd el nekem, hogy nincs más út. És ha te most a szívedbe érzel, akkor te egész őszintén tudod, hogy nekem igaza van. Nincs ember, aki a szívében nekem ne adna igazat. Csak a jó ember boldog ember, és csak a boldog ember tud jó ember lenni. Ez a kettő így jár össze. Kéz a kézben. Mi pedig mit csinál? Mi az életünkben nem a jóságot keressük,
Mi nem azt nézzük, hogy tudjak jobb lenni. Hogy tudjak kedves lenni. És legyek mindig kedves. Hanem azt nézzük, hogy legyek nagyobb. A nagyság. A mai világnak tud meg, hogy a rák fenéje a nagyság. Az emberekbe beoltott, gyermekkortól beoltott program a fejben, már óvodáskornál megkezdődik, hogy nagy legyek. És a nagyság az, ami érték. És a nagyság ritkán tud jóságot produkálni. De a jóság nagyságot gyakran tud produkálni. Ezzel mi elrontjuk a játékot. Nekünk a mosoly kifejezése, a belső szeretet kifejezés, a szeretet kifejezése a kedvesség. A kedvesség a második abszolút eszköz, amivel boldog lehetsz. Nézd meg, légy csak egyetlen egy napot magadnak, és írd fel magadnak, hogy ma szent vagyok. Ma mindenkivel kedves leszek. Törik, szakad. Akkor is, ha ötször lépett a lábamra, akkor is, ha elakasztod, akkor is, ha vár, én ma csak kedves vagyok. És nézd meg, hogy estére hogy érzed magad. Hihetetlen, hogy hogy érzed magad. És akkor azt fogod mondani, ember, hát ha ilyen könnyen kapom meg a boldogságot, akkor én miért nem élek így? Miért? Mi szeretjük azt, hogy tüskénk legyen. Megmutassuk a másik. Meg sértenek tüskén. Mi le kell nyúzzuk magunkról ezt a bőrt. Nincs olyan amulett, nincs olyan kabala, nincs olyan varázsige, amely téged boldogá tehet. Ezt egyszer tudni kell. De te magad vagy a boldogság. Csak ne keresd máshol, hanem magadban keresd. És magadban befele az út, a mosoly, a kedvesség, a szeretet, a jóság, az alázat. Ezekből vegyél csak kettőt, amit könnyebben tudsz tenni. És nézd meg, hogy mi történik. Olyan egyszerű volna az életünk. Olyan pofon egyszerűen lehetnénk mi boldogok ezen a bolygón, hogy ez nem igaz. De mit csinálunk? Csak panaszkodunk. Mi nem tudjuk, hogy mi a hála. Mi sokkal jövünk. Ami van, az természetes. Ami jó történik, az kijár, az normális. Azért külön nem vagyunk hálás. De beleakaszkodunk minden hülyeségbe, ami nem jó. Változott már meg valaha egy ember azáltal, hogy te szittad? Változott meg valaha egy politikai rendszer azáltal, hogy te ellensége voltál? Változott meg valaha valami? Az életeink során, évszázadokon keresztül ezt tettük. Mi mindig csak szittunk másokat. Vettük a fegyvert, és egymást leöltük. Mert amit te mondasz, nem igaz, az az igaz, amit én mondok, puf. Harcoltunk mindig az igazságért, hogy jobb világ legyen, hogy szép világ legyen. Hova jutottunk? Mondd meg, van egy jó világ? Uralkodik ezen a földön a jó? Nincs sehol. Ezen a bolygón egy állam, ahol a jó uralkodik. Nincs. Mert az emberek nem ezt élik. Mert ez a módszer, amit mi élünk, nem megfelelő arra, hogy jó legyen a világ. Mert mi elfelejtjük azt, hogy mi kell jók legyünk. A feltétel nélkül, és annélkül, hogy valamit érte kapnánk, vagy elvárnánk. És mi úgy képzeljük, hogy mi jók vagyunk. Mert aki velünk kedves, azok a kedvesek vagyunk. Aki még nem kedves, azok nem vagyunk kedvesek.
De itt a probléma. A jóság feltételé. És mi azt nem merjük megtenni. Egyszerűen úgy érezzük, hogy akkor letipolnak, akkor minket kihasználnak, és így tovább, pedig ez nem így van. Ha szembe akarsz szállni valaha is a gyűlölettel, egyetlen egy módszer létezik, a szeretet. A szeretet, amiből te születtél. A szeretet a teremtőnek az ereje. A szeretet a minden. Igazság mindenben van, de a szeretet minden. És ha a szeretetet nem tanultad meg, akkor ez a világ nem lesz jobb körülötted. Ha te azt akarod, hogy a te világod, a te kicsi világod, a családod, a munkahelyed, ahol te jársz és élsz, jó legyen, akkor meg kell tanulni szeretni. És ha megtanultál szeretni, én garantálom, hogy jó lesz. És hogy tudsz megtanulni szeretni? Azzal, hogy én mondom a fejemből, hogy én szeretem őt, az még nem szeretet. A szeretet nem tanulni való. A szeretet nem megérteni való. A szeretet nem megérezni való. A szeretet nem adni és kapni való. A szeretet egy állapot, amivé kell váljál. Én a szeretet vagyok. És ha én ezt ki tudom mondani, és bennem semmi sincs, csak ez, akkor én nem kell senkinek érezzem, vagy mondjam, hogy szeret. Én mellette vagyok, vagy állok mellette, és folyik ez az energia. A szeretet az maga az Isten. És ha te szeretetté tudsz válni, akkor ez működik. És ez az első lépés mi? Megtanul szeretni saját magadat. Meg kell tanulni szeretni, és ugye magadat, de hogy szeretni tud magadat, az első lépés, hogy elfogad magadat olyannak, amilyen vagy. Azokkal a hibákkal, amik vannak, azokkal az életkörülményekkel, amik neked vannak, és mindent el kell tudj fogadni. Rossz a helyzetem, Uram, én hálás vagyok, hogy ezt leéltem, és ez nekem pillanat. El kell fogadd. Ne harcolj ellene, egyszer fogadd el. Ha elfogadtad a helyzetedet, akkor kezded tudni szeretni önmagadat. Ha kezded szeretni önmagadat, akkor a helyzet és a dolog, amiket elfogadtál, kezd meg megváltozni. Annélkül, hogy a kicsi ujjadat mozdítanád. Az elfogadás szeretet után jön a változás. Ha te valakivel együtt élsz, és megmondnak neki a problémái, mert ugye mi szeretjük a kedvest, de csak 80%-ban. Azt a 20%-ot majd megváltoztatjuk rajta, és akkor lesz tökéletes. Úgy, ahogy mi szeretnénk. És azt a 20%-ban mindig beletörik a fogad, és aztán fogsorod lesz, még akkor se tudtad megváltoztatni. És eltennek az évtizedek, és akkor is a kedves, ahol a 20%-kal mindig feldühít. És hiába a szeretet a 80%-ra, ez nem működik. Szeretet csomagot egy pakliba kapod. És abban a pakliban vannak olyan részek, amiket utalsz. És nem szeretsz. Ha te nem tudod elfogadni egészében a paklit, akkor sohasem tudsz szeretet uralkodni. Érted? A szeretet alapja a tökéletes elfogadás. És ha ezt meggondolod, és jól magadban mész, akkor elszörnyűködsz, és azt fogod mondani, Uram Isten, hát akkor én a gyermekemet nem is szeretem.
És rá fogsz jönni, hogy ez sajnos így van. Mert nem tudod elfogadni azt, meg azt, meg a most benne. A kedvessel együtt élek ma egy élete, és még mindig megvan ugyanaz a probléma. A szeretet az egy más valami, mint hogy leírjuk egy papírra, vagy kimondjuk. Az még nem szeretet. A szeretet a tökéletes elfogadás. És ha te azt megtanultad, ugye, magaddal szemben, akkor lesz majd egy állapot, amiben te azt mondod, én a szeretet vagyok. És amikor ki tudod mondani ezt, hogy én a szeretet vagyok, akkor magadba mehetsz, megnézheted, és problémát nincs. És ha egy új probléma jön, akkor egy mosolyjal elintézed. Mert te egy más állapotban néz. Abban, aki az igazi én vagyok. Abban, aki az ember, mert ezen alul mind csak állatok vagyunk. Mi túl nagy fontosságot tulajdonítunk a két lábon járó emlősnek. Mi túl nagyot, és az életünket arra tesszük, hogy mi az állatot tápláljuk, és az állatnak a vágyait, és az ösztöneit, és azután fussunk. De minket megkülönböztet valami az állattól. És az, hogy bennünk tudatossá válik az Isten. És ezt a tudatosságot, ha nem kezded használni, akkor csak egy állati életet élsz. Az állati életben pedig csak harc van. Harc, harapás, martosás és szenvedés. Itt a probléma. Meditáció egy eszköz. A meditáció semmi különös. A meditáció csak egy gyors út arra, hogy megtaláld magadot, hogy boldog tudj lenni, és hogy te magad a szeretetté válj. Ez egy gyors út. Mert a meditációban nem áll utadba az értelem, a kétségek, hanem a meditáció megtanít téged direkt bejárni a szívedbe. A meditáció egy érdekes dolog azért, mert a problémáid megoldódnak. És itt az van, amit mondtam, ha elkezdel meditálni, akkor tudsz megtanulni a problémáktól távolságot tartani, és csak megnézni, hogy hogy oldódnak meg. Ha meditációval foglalkozol, megtanulsz távolságot tartani a harctól. És csak nézni, hogy mások hogy harcolnak. És belőled csak a béke árad. A meditáció az eszköz arra, ahol megtanulunk a viharral teli dzsungel félelmetes értelmünkből bemenni a csendes szív égboltunk alá, és ott sütkérezni a boldogságot. Ez a meditáció. A meditáció egy finom, édes érzés, ami nem gondolkodásból jön. A meditáció egy finomság, egy belső kedvesség. A meditáció egy öröm. A meditáció a léleknek a dala, amit meg lehet érezni. A meditáció egy sugallat az isteni életre. Arra, hogy én vagyok a cél. Tulajdonképpen, ha valaki elkezd meditálni, előbb-utóbb, ha nem is azért kezdett meditálni, Isten keresővé válik. Mert rájön arra, hogy ő benne van minden. És ha elkezded magadban keresni, a legkönnyebb meditáció, hogy elkezdem itt a szívembe keresni a semmit. És azt mondom, itt elbújt bennem a semmi. Na hol van a semmi? Mert ha
le akarod állítani a gondolatokat, az nehezen megy. Kezdőnek abszolút nem működik. De ha te a semmit gondolkodol, és a semmit képzeled el, akkor egy olyan érdekes üres járat jön az agyadba létre, amíg elképzelje a semmit, hogy semmi lesz benne. És mégis járhat. Tehát tulajdonképpen ez egy trükk, amivel az értelmet ki tudod cselezni. Átveszed a kezed a mellkasod közepére, és azt mondod, hol van a semmi. És amikor ezen sokat dolgozol, akkor egyszer megérzed, hogy a semmi mögött és a semmiben benne van minden. És tulajdonképpen minden te vagy. Ameddig mi a feltarabolós, egy szétválasztó, kételkedő értelmünkben vagyunk, ahol a kettősség uralkodik, és mindig csak a kettősséget nézzük, addig a viharban, a problémákban élünk. Ha én ide ülök szívembe, és azt mondom, én a kettősség nélküli egy vagyok. Én a kettősség nélküli egy vagyok. Ez olyan, mintha magadban egy betonfal, vagy egy beton oszlop lenne, és az mindegy, hogy mivel dobálják, jobbról vagy balról, őt nem lehet befolyásolni. A kettőség nélküli egy, az tulajdonképpen az isteni lény. És ha te a kettőség nélküli egyet utánozod, és azt ismétled magadban sokszor, 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 akkor nézd meg, hogy a problémák el. És minden más ki fogsz válni. Az olyan érdekes, mikor az ember ezen dolgozik és meditál, eltelik egy idő, és a másik ember szemébe megtalálod magadat. És amikor ott meglátod magadat, azt mondod, Uram Isten, mit keresek én ott? És meglátod a problémáit, hogy ő tulajdonképpen ugyanolyan boldog kéne legyen, mint én, amit érzek. És azt is tudod, hogy miért nem olyan. Nem tudsz rajta változtatni. De ha szereted, akkor megfertőződik. Tudjátok, van egy olyan, hogy isteni fertőzés. Én ennek egy ilyen gócpontja lettem itt az évek alatt, sok előadásommal, mindennel. Az emberek kezdnek hallgatni, és megfertőződnek. Gonagri. Olyan boldog vagyok. Minden nap meghallgatok egy-két előadásodat, és meditálok, és valami megváltozik. Az nem én vagyok, ami benne változik. Az nem én vagyok, amit nekiadtam, az ő. Csak egy fertőzés elérte, most ő is influenzás, ilyen isteni vírust kapott, és ettől az isteni vírustól azt mondja, hú, én másképp kell az emberekkel viselkedjek. Mert ahogy eddig viselkedtem, nem jó. Én most már másképp vagyok. Most kaptam egy olyan érdekes levelet, valaki írja nekem, mindig meg kell mondani, hogy mi a probléma ezzel meg azzal. Szóval most már nem mondom a problémát, egyszer elmondok egy nagy dicséretet. És utána megemlítem, én nem értem, hogy az a dolog, ha ennyire jó itt minden, az az egy dolog, mi nem működik. És mindenki boldog vele. És mindenki azt az egy jót meg akarja változtatni. Illetve azt az egy hiányosság. Meg kell tanuljunk, kedvesek. És nézd meg, hogyha elkezded gyakorolni, akkor neked a belsőt fogja mondani, hé, ezzel ne állj le. Végre valamit találtál az életben, aminek megvan az értelme, a gyümölcse, a rögtöni eredménye. Én nem hirdetek csodákat, de te csoda vagy.
És ha ezt a csodát kinyitod, ami te vagy, akkor megtörténik benned a csoda. És ez nem kell senki más. És nem kell valakinek a jóváhagyása, nem kell valakinek a beleegyezése, nem kell valakinek a segítsége. Ez egyedül te. Te és a semmi. Ha semmit keresed, és a kettősség nélküli egyet fölépíted magadban, akkor minden nagyon egyszerűvé válik.